Makó nagyon sok értékére lehet büszke. Gondoljatok, kedves fiatalok, az épületeinkre, gondoljatok a múzeumi kincseinkre, és nagyon sok minden olyan értékre, amely kézzelfoghatóan itt megtapasztalható, itt vannak közöttünk. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Molnár László, önkormányzati képviselő, azt a megemlékezést, amelyet Pulitzer József születésnapja alkalmából szerveztek. A világhírű sajtómágnás 1847. április 10-én, tehát 167 éve született Makón, egy zsidó terménykereskedő fiaként. Középiskolai tanulmányait Pesten végezte. 17 évesen emigrált az Egyesült Államokba, részt vett a polgárháborúban. Pulitzer József nincstelenül érkezett az USA-ba, 1879-ben megalapította első önálló újságját, amely alapja lett későbbi sajtóbirodalmának. Sikerét új hangvételének és stílusának köszönhette. Molnár László megnyitóját követően megkoszorúzta az emléktáblát az önkormányzat nevében. Őt követte dr. Urbancsok Zsolt a Kecskeméti Ármin Egyesület képviseletében, majd a diák önkormányzat néhány tagja. Ezt követően a megjelentek átvonultak a Csipkesori Szoborparkba, ahol a helyi média, a Városi Televízió és a Dél-Magyarország képviselői rótták le tiszteletüket a világ talán leghíresebb újságírójának emléke előtt. Az emlékezés 13 órakor ért véget a Pulitzer József kollégium bejáratánál. Itt Farkas Éva, a makói tankerület vezetője, és Kozák György, a Návai Lajos szakképző iskola igazgatója helyezte el a koszorúit.